fél királynő nevű háromárkócos idollás, már a világ összes tengerét bejárta. A sárkány szorosan áthajózva eljutott Pelevárba, a keleti vidék legnagyobb kikötőjébe. Meghódította az északi féltekét, hánykolódott a Zuzbara-tenger jeges vizeibe, rostokolt láncra verve jégváros kikötőjébe. A nagy sikerű rumini regények színpadi változatát láthatták a gyerekek április 4-én délután a Nagy László Városi Művelődési Központ színház termében. A Pesti Művész Színház a Rumini Ferri szigeten című zenés mesejátékot hozta el az ajkai közönségnek. A rumini Berg Judit, a mai magyar meseirodalom egyik sztárszerzőjének a legismertebb műve, amit több százezer magyar gyerek olvas kötelező irodalomként az alsó tagozatban. A színpadon a tengerész kalandregényekből jól ismert Rumini és társai ismét nagy bajba keverednek. Berg Judit, szerintem a gyerekek 99% által ismert nagyon remek szerzőasszony, írt 9 darab rumini regényt, és amikor ebből színdarabot akartak csinálni, akkor rájöttek, hogy egyik rész se alkalmas így önmagába arra, hogy színdarab legyen belőle, ezért összegyúrtak egy olyan történetet, ami szinte minden részből egy pici belekerült, és egy önálló történet lett belőle, és ezt dramatizáltuk meg mi, illetve hát a szerzőnő. Rumini, aki tulajdonképpen egy elég rossz kis fiatal kölök, akit kirúgnak a hajóról, mert rosszalkodik, meg mindig galibát csinál, végül is megtalálnak a hajóútjuk során egy kislányt, egy ferrit lányt, akit kihalásznak a vízből, és vissza kell vinni a Ferrit szigetre. Na most itt aztán teljesen bonyolódik a történet, mert kiderül, hogy a Ferrit szigetet elfoglalta egy gonosz banya, aki az egész sziget lakosságát le akarta igázni, és végül is a rumini segítségével felszabadítják az elnyomás alól ezt az egész sziget lakosságát, visszaviszik a királylányt, és visszahelyezik, és akkor mindenki boldog a végén. A Szélkirálynő nevű hajó fedélzetén rumini hőssé válik, miután bonyodalmakkal teli hajóútjuk a Ferrit szigetekre vezeti őket. Az elején azt kell tudni, hogy eleve már úgy állnak Ruminihez, hogy tényleg minden kalamajkában benne van, és alapból őt veszik elő, ha bármi történt. Sokszor ki kell neki magyaráznia magát a bajokból, de egy konkrét eset az elején az annyi történik, hogy kifosztják a hajót az én egykori rablóbandám tagjai, és ezután a kapitány kérdőre vesz. És hát ebből is ki kell válnom magam. Sajnos számüzetésbe kerülök, de én egy ügyes tengerész vagyok, egy ügyes matróz, egy volt rablóbanda leszármazottja persze, de lelényes. És utána kúszom valami folytán. Újra a hajón találnak, szerencsére akkorra már vannak barátaim, és ők kiállnak mellettem, ezért aztán megmaradhatok a hajón, de csak erős felügyelet alatt. És így kell tovább vinnem a történetszálat. Egy ferrit lányjal találkozunk, akit megmentek. Kezdetben nincs olyan jó kapcsolatunk, de aztán a végére már minden szálat el tudunk varni, és kialakul egy erősebb kötelék. Együtt éreznek-e a gyerekek Ruminivel? Tudják-e, hogy a lelke legmélyén mindig a legjobbat akarja, és néha ő hibáján kívül kerül bonyodalmakba? Egyáltalán nem rosszalóan néznek rám. Mindenképpen egy jó figurát látnak benne. Lehetek ugyan nem kívánatos sok helyzetben, de nem azon van a fókusz legfőképp, hogy rosszul kerüljek ki a helyzetből. Ezért aztán persze szurkolnak, és a darabbal együtt tudnak úgy haladni, hogy az engem is motiváljon. És így aztán dupla annyi energiával lehet, megoldást találni a történetben. A remek történet, a csodás kalandok az ajkai gyerekeket is lenyűgözték, akik vastapsal jutalmazták az előadást.